Ez a terület a Csörgetó környéke újulhat meg egy most elkészített terv szerint, amit a szekszárdi önkormányzatnál készítettek el. A jelenleg horgászok, strandolók által használt vízparton nem csak egy úgynevezett ekopark létesülne horgászcentrummal, kutyás stranddal, hanem kamionmosót, a régi palánki pszichiátriai épület helyén pedig egy wakeboardpályát alakítanának ki. A beruházásoknál kult szerep jutna annak, amint egy 2,5 millió köbméter úgynevezett szürke, vagyis tisztított szennyvíznek, amit most még a Dunába ereszt a Tolnai megye székhely. Ez nem szennyvíz, ez egy tisztított víz, a szürke víz, és ha jól megnézzük a paramétereit, akkor tisztább, mint a Sédnek a vize. Tehát mi a terveket elkészítettük külsős szakértőkkel is, a horgásztóra teljesen alkalmas, de természetesen egy horgásztó rendszer előtt lenne egy gyökérzónás szűrőrendszer is még pluszba, úgyhogy úgy gondoljuk, öntözésre is alkalmas. Jelenleg, ha nézzük, akkor 2,5 millió köbméter víz elfolyik a Dunába, elhagy bennünket, amit igazából mi itt termeltünk ki, mert ugye a víztermelő kutyainkkal itt vettük ki a rétegből. És a klímaváltozás következtében ugye egyre többet halljuk azt, hogy melegszik a klíma, és azért 2,5 millió köbméter, vagy ha csak ennek háromnegyed része itt párolog el a településen, vagy a település határába, az biztos, hogy nagyon sokat jelentene. Például fel lehetne használni a városi parkok öntözésére is, a fák öntözésére. Lehet, hogy eljön az a felmelegedés következtében, hogy rendszeresen öntözik el a városi fákat is, parkokat, és arra is nagyon alkalmas. Mintegy 150 hektár mezőgazdasági földterületet vagy a városi parkokat lehetne megöntözni ezzel a vízzel. Ráadásul a település klímája is javulna a párolgásával, véli a szakember. A 70-es években épült szennyvíztisztító telep helyén egy vadonatúj víztisztító üzem épülne, ami garantálná a szennyvíz korszerű felhasználását, továbbá azt, hogy ne terjengjen kellemetlen szag a városban, mondja Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. 2015-ben fogalmazódott meg, hogy a szennyvíztelep, ami elég elavult, helyett egy újat kellene kialakítanunk, egy kicsit kijebb vinni a várostól, megszüntetve a szaghatást is, de úgy kellene ezt a megoldást megkeresnünk és megtalálnunk, hogy ne csak és kizárólag a szennyvíz kezelésében gondolkodjunk, hanem egy komplex megoldásban, ami energetikát is tartalmaz, turisztikai megoldásokat is tartalmaz. Úgyhogy a mai napon tulajdonképpen azért is mutattuk be ezt a projektet, mert a szakmai grémiumokon átment, a szakmai szülőkön át tudott menni, és ez egy olyan megoldás jelenten, ami egy teljesen új szennyvíztelepből kiindulva, ami az M6-os autópálya túloldalán kerülne elhelyezésre, teljesen messze a várostól, tehát a szakhatáson már nem kellene számolni. A Csörgető rehabilitációját is magába foglalná, de ennél sokkal több lenne, hiszen több összefüggő tónak az összekapcsolását jelenteni, és itt a horgászturizmustól egészen az aktív turizmusig, például a wakeboardpálya kialakításáig szeretnénk megvalósítani bizonyos projektelemeket, és ennek köszönhetően újabb turisztikai attrakciókat szeretnénk a szekszárdiaknak és a szekszárd környékeknek a következő időszakban kedvezni. A város önkormányzata a 8 milliárd forintba kerülő fejlesztés sorozathoz több pályázat segítségével szerezne pénzt. A tervek szerint 2021-ben kezdődhetnek el a munkák. Nem egy összefüggő projekt, hanem több részelemből áll, mint külön-külön pályázati forrásból és városi költségvetésből valósulna meg, és ennek az összefűzése hozná létre ezt a Magyarországon, azt gondolom, egyedülálló megoldást, amelynek a lényege, hogy a vizeket tartsuk helyben, hiszen a következő évtizedek egyik fontos és komoly kihívása lesz, hogy a helyben keletkező vizekkel, akár a tisztított szennyvízzel, mert ez olyan technológia lesz, hogy gyakorlatilag teljesen élő vízbe azonnal beengedhető szennyvizet tartalmaz, vagy meg tisztított szennyvizet tartalmaz. A vizek helyben tartásával szeretnénk a település klímáját hosszú távon jó szinten tartani. A most bejelentett beruházások egyébként kapcsolódnak a helyi önkormányzatnak. Néhány héttel ezelőtt elindított a szekszárdi csapvizet népszerűsítő kampányához, aminek részeként a helyiek kancsót vagy kulacsot kaphatnak ingyen, ha vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak. Arra a programra már több mint 200-an regisztráltak.